Az elmúlt bajnokságnak komoly célokkal vágott neki a nyírgyulai csapat, és akár a bajnoki címet is megszerezhette volna a megyei első osztályban Lukács Tibor együttese, a bajnokság kényszerű zárásakor ugyanis mindössze 2 pont volt a hátránya a listavezető Nagyhalásszal szemben. A hosszú kényszerszünetet követően a gyulaiak sem álltak le teljesen, így július elején nem a nulláról vágtak neki a felkészülésnek a játékosok. Heti egy alkalommal találkoztunk szerdánként, igazán csak játék volt, nem volt más, de azért jó volt, hogy együtt voltunk. Július 1-én kezdtük el a felkészülést, heti 3 alkalommal, illetve 2 edzőmérkőzés van beiktatva a programba. Múlt héten szerdán játszottunk az Újfehértóval, 3-2-re tudtuk őket legyőzni, hazai pályán játszottunk, szombaton Hajdúszoboszlóval játszottunk, itt viszont egy elég súlyos 5-1-es vereséget szenvedtünk, de hát azt gondolom, ebben a periódusban a felkészülésnek nem igazán annak van jelentőség, hogy milyen eredményt érünk el. Az előttünk álló edzőmérkőzések a héten Nyírvátorba jövünk szerdán játszani, szombaton otthon játszunk hazai pályán Mándok ellen, megmérkőzünk még majd Nyírmegyessel, illetve Apaggyal, utána pedig jönnek a kupamérkőzések. Mivel az elmúlt években nem szerepelt rosszul a csapat, jelentős játékos mozgás nem várható a keretben. 4 új játékos sikerült igazolnunk a nyári felkészülés alatt. Minden csapat részben sikerült játékost igazolnunk. A Pócsi Balást, illetve a Somogyi Márkot igazoltuk Ibrányból, illetve a Balogh Gabit, illetve Prakonhán Ádámot pedig a Mándoktól. Távozók egyenlőre a Szerola Zsolt Nyírmátorba igazolt, illetve Oxiroli munkai elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az egyesület munkájába. Nem változtak a céljaink, tehát én is úgy gondolom, hogy ezzel a játékos kerettel, meg ha ilyen hozzáállással mindenféleképpen mind a bajnokságban elő kellene végeznünk, tehát az élmezőnyben, a kupába pedig szeretnénk. Most az utóbbi 3 évben nem sikerült, de előtt azért többször kint voltunk az országos főtáblán, remélem, hogy az idén ez összejön. Lukács Tibor ugyan ott van az edzéseken és a felkészülési meccseken, azonban tevékenyen nem tud részt venni a munkában. Futás közben akilleszszakadást szenvedtem, hát ennek már most 5 hete, hát ez nagyon eléggé súlyos sérülés, hiszen egyből meg kellett műteni, most még lábadozom, tehát pontosan ezért az edzéseket a egyik játékosunk Habócsák Reci vezéletével végezzük. Mondjuk annyiban mindenféleképpen nem szerencsés a helyzet, de Bercivel komoly céljaink voltak, tehát ő a szakmai munkával mindenféleképpen bevettük volna már az idén, de így még azt gondolom, hogy így egy kicsit előre tudtuk ezt is venni, tehát ő most jelen pillanatban az edzésekért. A Magyar Kupában augusztus 2. hétvégén egyelőre még ismeretlen ellenféllel szemben lép pályára Nyírgyulaj, a bajnokság pedig 2 héttel később kezdődik Lukács Tibor csapata számára.